Városunkban a közeljövőben megkezdi működését a lassan országos hálózattá bővülő Gömöri A-klub, azaz az abstinens klub, amely a szenvedélybetegeknek kíván segítő jobbot nyújtani. Pred 9 rokmi, teda v roku 2014, sme založili klub s tým cieľom, aby sme pomohli každému odliečenému pacientovi. 9 évvel ezelőtt, 2014. október 10-én indítottuk el a klubot azzal a céllal, hogy minden felépülő szenvedélybetegnek segítsünk. Több évnyi siker után, 2 évvel ezelőtt, a vezetőség stratégiai döntés alapján úgy döntöttünk, hogy mivel az ország déli részén fehér a térkép, az abstinens klubok terén megalapítjuk aktív klubtagozatainkat. Limaszombaton kezdtük, legutóbb pedig Pozsonyban nyitottunk klubot. Időközben Kassán, Roznyón, Nagykürtösön és más helyeken is. Na základe dobrej spolupráce s so základnými školami, kde chodíme na besedy, sme sa rozhodli, že otvoríme takúto klubovú pobočku aj v Komárne. Za týmto účelom sme tu a toto by sme radi uskutočnili. A klub sikeres működését a széleskörű együttműködésnek és megelőző felvilágosító munkának köszönheti. Jednou z našich činností je tzv. Osvetová preventívna činnosť. Oslovujeme nemocnice. Egyik tevékenységünk a figyelemfelkeltő, megelőző és felvilágosító tevékenység. Megszólítjuk és eljutunk azokba a kórházakba, ahol a szenvedélybetegeket kezelik, beszélgetésekre járunk a különféle intézetekbe, ahol találkozókat tartunk a betegekkel. Ennek a tevékenységnek nagyon fontos része az úgynevezett prevenciós tevékenység, amely az alapiskolákban kezdődik, különösen a 8. és 9. osztályokban. Majd a középiskolai diákoknak tartott előadások, ahol a függőségről, mint olyan arról beszélünk, de főleg a függőség következményeiről, hogy a tanulók és a diákok előre tudjanak ezekről a dolgokról, amivel a jövőben és az elkövetkező években találkozhatnak. Az A-klubok a felvilágosító tevékenység mellett aktív társadalmi életet is folytatnak. Én mikor először beléptem ebbe a klubba, azt hittem, hogy az egész ilyen hivatalos formában működik. Leülünk, beszélgetés, mindenki elmondja problémáit, mi ment keresztül. Viszont teljesen másképp működik. Rájöttem arra, hogy olyan vagyunk, mint egy család. Akciókat szervezünk, gulyáspartiktól kezdve grillezés, közös kirándulások. Most mondjuk volt legelső akcióm, amit én szerveztem, egy gyereknapot, családi akciókat, minél többet. Annak ellenére, hogy olyan tagok vagyunk, akik függők, rengeteg családtag, rengeteg mindenki tartozik közénk, olyan, akinek semmi problémája nincsen, semmilyen függősége, mégis családtagja van benne, ő neki vannak ilyen problémái, érdeklődik, jön, velünk tart, közös kávézások, beszélgetések. Nagyon sokszor szóba se kerülnek a függőségek. Csak egymásról, családi kapcsolatokról, szóval mindenről el tudunk beszélgetni, ami átlag embereknél normális dolog. A klubtagok jelentős többsége már kigyógyult szenvedélybetegségéből, de akadnak olyanok is, akik még függőségtől szenvednek. Vannak olyan tagjaink is, akik mai napig még mindig függők, és nagyon nehezen jutnak el arra a pontra, hogy igen, voltak egyik kezelés, másik kezelés, segítünk, próbálunk, azon vagyunk, hogy minél könnyebb legyen nekik az élet, tartjuk velük a kapcsolatot, segítünk, amiben tudunk, viszont az az illető azt a lépést úgy is csak akkor tudja meghozni, amikor úgy dönti. Viszont biztos, hogy könnyebbé teszi az, hogyha olyan emberek között vannak, akik túl léptek rajta, akik végigcsinálták ezt a kezelést, és ha látják azt, hogy igen, megy az élet anélkül is, és boldogok vagyunk, segítünk egymásnak, ott vagyunk, támaszkodhatunk egymásra, szóval ilyen klubtagjaink is vannak, akik még mindig szenvednek a függőséggel. A komáromi A-klub várhatóan a közeljövőben kezdi meg működését városunkban. V Zichyho paláci budeme mať klubové priestory na základe pomoci mesta. A város segítségével nyitunk majd klubhelyiséget a Zichy palotában. Ezúttal is szeretnénk meghívni mindazokat Komáromból és környékéről, akiknek problémáik vannak, akár saját, vagy akár családtagjai körében. Várjuk a már felépült szenvedélybetegeket, akik ma már abstinensek, hogy keressenek minket az elérhetőségeinken, az interneten, a közösségi oldalakon. Komáromi Piók tagozatunk megnyitásával az a célunk, hogy segítsünk minden embernek, akinek segítségre van szüksége Komáromban és környékén. Stratégiai fejlesztési terveink között szerepel Somorja, Dunaszerdahely, Érsek Újvár, Galánta, ami ezt a közeli régiót illeti. Samorin, Dunajská Streda, Nové Zámky, Galanta, čo sa týka tohoto blízkeho regiónu.